Üdvözlök mindenkit! Aki nem ismerte volna fel a hangomat, akkor illedelmesen szeretnék bemutatkozni. Mediavél vagyok, a Gerizmo City titkai egyik alapító tagja és főszerkesztője. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy bevezetlek titeket a Gerizmo City titkai világába, megtudhatjátok majd, hogy nekem mi a kedvenc 10 videóm, amit elkészítettem, és mi az a 10, amire hát nem nagyon vagyok büszke, de először is kezdjük az elejével, mi is a Gerizmo City titkai. 2009-ben ismerkedtünk meg a Gerizmoddal, aminek hát nem várt eredményére elkészítettük az első, úgymond videónkat, ami nem más, mint a Gerizmo Sötét Titkai 1. A sorozatot három emberrel indítottuk, tehát Reptile, Killer Tank és mi voltunk az alapítótagok, de igazából csak Reptile és magamat tekintem alapítótagnak, mert az első videóban igazából csak mi dolgoztunk a legtöbbet, Killer Tank csak egy mondatot adott bele a végén, aki nem hiszi, az nézze meg a videót. Ezek után egy kis pihenés következett be a GMST-nél, és mert az én biztatásomra, meg az én buzgóságomra elkészítettük a második részt, aminek nem várt nagy sikere lett, meg is lepődtünk rajta, hogy miért, de hát ez ki is derül a videó alapján, mert az első 20 másodpercben bemutatkozott nekünk az új főszerkesztőnk, nem más, mint Boss, aki egy mondatával elkönyvelte magát a Gerizmo Sötét Titkai világába. Sajnálatos módon ezek után nem nagyon foglalkoztunk Gerizmo videók készítésével, mert Killer Tank zenélgetett magának, Boss élt a nagyvilági életet, én teszteléseket csináltam, és Reptile pedig a Doomvad videókat készítette el a saját csatornáján, de egy gyönyörű szép nyári napon épp a villamoson ültünk, és Reptile felajánlott nekem egy olyan ötletet, hogy készítsük egy sorozatot, amiben a Gerizmoddal készítenénk bele kis, rövid videókat, ilyen kis humorosokat, és ezeket folyamatosan töltenénk fel, ilyen random hülyeségekért, meg amik éppen eszünkbe jutnak. Én nem ellenkeztem, azt mondtam, rendben van, és így született meg a Gerizmo Sötét Titkai sorozat 2009. szeptember 26-án. És ezek után megállás nélkül készítettük a videókat a mai napig, már több mint 200 videónk fent van, és hát kinőttük magunkat egy ilyen középkategóriás sorozattá, nem vagyunk azért olyan híresek, hogy az egész ország csak minket néz, de azért, akit érdeklünk, az biztos, hogy megnéz minket. De önmagunktól ez igazából nem sikerült volna, ezért is szerették pár embernek köszönetet mondani, hogy segítettek a Gerizmo Sötét Titkainak elérni a céljait, hogy most egy itt állhatunk, és leteltünk valamit az asztalra. Először is meg szeretném köszönni a Yes No csapatnak, akik még a kezdésünknél meghívtak minket egy live adásra, és hát úgymond reklámoztak minket, és sokban segítettek nekünk a későbbi videóban, tehát Yes No, köszönjük szépen a közreműködéseteket, jó fejek vagytok. Ezek mellett még meg szeretném köszönni Freddy D-nek is, akiről két videót is készítettünk még régebben, és kitette emiatt a Rossz PC játékok blogjára. Ez egy nagyon nagy ugrás volt a sorozatnak, hiszen első videónk volt, ami elért a 10 000-es nézettséget, és sikeresen elértük azt a nézőközönséget, akinek szántuk is a videókat, úgyhogy Freddy D, neked is meg szeretnénk köszönni, nélküled a GMST nem tartana ott, ahol most tart. Végül, de nem utolsó sorban T-Rexinek szeretnénk megköszönni az elmúlt néhány hónapban a segítségét. Ha ő nem lenne, akkor a Gerizmo Sötét Titkai nem érte volna el a partnerségi fokozatot, tehát ő segített nekünk abban, hogy partnerekké váljunk, nagyon szépen köszönjük, és ő készítette el nekünk az új HD intrónkat is, aki még esetleg nem látta, az kattintson ide a linkre. Tehát T-Rexi, méltányoljuk a segítségedet, és ezt valahogy viszonozni is fogjuk majd neked. Sok visszajelzésből hallom, hogy a sorozatunk sokat változott 2009 óta, hogy valakinek már nem tetszenek a videóink, valaki pedig már unalmasnak tartja. Én személy szerint azt mondom, hogy igen, tényleg sokat változott a Gerizmo Sötét Titkai 2009 óta, de a változtatások kellenek. De azért nem hiszem, hogy annyit változtunk volna, hiszen az alapja még GMST-nek mindig ugyanaz, a poénok is szinte ugyanazok, hiszitek vagy sem, 4 éve még mindig használjuk a Nebaszlovat a garázsban szöveget, meg a vízipápot, plusz még a This is Sparta McLeinert is, és mégis jó jelzéseket kapunk vissza. Én ezeknek az embereknek csak azt tudom javasolni, hogy a sorozatunkat nem kötelező nézni. Senkinek nem mondtuk, hogy kötelessége nézni. Ha már nem tetszik, régi videók jók voltak, akkor örülünk annak, hogy régen szórakoztatni tudtuk őt, és reméljük, hogy ezek a szórakoztató videók maradnak meg benne, nem pedig azok, amik nem tetszenek neki. Azoknak pedig, akiknek még mindig tetszenek a videóink, kívánjuk, hogy kövessenek minket még a elkövetkezendő időkben is, hisz miattatok készítjük a sorozatot, nem pedig önmagunk miatt.
Még el szeretném nektek mondani a főszerkesztős részt, mert úgy látszik, még mindig nem értették meg az emberek 2 év után, hogy mi történt Bosszal meg Killer Tankkal. Tehát Boss és Killer Tank volt a második Gerizmo Sötétik videó után a főszerkesztők, de sajnálatos módon ők elhagyták a GMST-t, kiléptek, igazából Boss kezdte a kilépést, utána meg Killer Tank, és úgy mentek rá a tagok is, mivel követték őt, mint a bárányok, és ezek után minket állítottak be rossz szembe, hogy mintha mi kirúgtuk volna őket. Nem rúgtuk ki, hanem ott hagyták a GMST-t. Emiatt meg is bántottak minket egy kicsit, meg rosszul is esett, hogy így egyik napról a másikra csak úgy elmentek. Főleg a két főszerkesztő is, és már csak én meg Reptile maradtunk a GMST-be, és megpróbáltuk azt összerakni, ami még megmaradt nekünk. Köztük már én is majdnem elhagytam, mert nem kellett sok, de én kitartottam a végén, és mégis azt mondtam, hogy ha ezt már egyszer elkezdtük, akkor fejezzük is be. Tehát egy szó mint száz, Boss és Killer Tank és a tagoknak a 3/4 része kiléptek a GMST-ből, nem kirúgták, kiléptek. Emiatt sem szeretnénk új tagokat felvenni, mert nem akarjuk ezt még egyszer eljátszani, mert itt se kellett sok, hogy a GMST felbomoljon, úgyhogy nem szeretnénk még egy ilyen rizikót átélni. És csak megbízható embereket tartottunk meg a GMST-be, akikbe tényleg megbízunk, és azt mondjuk, hogy ők vérbeli GMST-sek. Így alakult az a sor, hogy Dante és Latinaman lett a két tartalék főszerkesztőnk, és így lesz kerek a 4 debül stúdió. Kívánjuk nekik is, hogy az elkövetkező időben támogassák és készítsenek videókat a GMST-nek, és reméljük, hogy ti megvárni fogjátok az ő videóikat is. Mivel ezt a videót már így is elhúztam, és már hát nem lenne idő a 10 videó bemutatására, ezért következő videóba elkészítettem. Ha ide kattintotok a felső linkre, akkor megnézhetitek a 10 legjobban sikerült GMST-met és hozzá egy kis kommentelést, alulra pedig a 10 legrosszabbul elkészített GMST-met hozzá egy kis szónoklat. Ha kíváncsiak vagytok rá, nézzétek meg, szerintem egy jó kis bemutatót mondok meg, egy jó kis kritikát önmagamról. Ha pedig nem, akkor meg köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videókat, és reméljük követni fogtok minket még az elkövetkezendő években. További szép napot, estét és boldog új évet kíván mindenkinek a Gerizmo Sötét Titkai!